Sziasztok! A Sikertitok sorozat múlt heti záró részében említettem nektek, hogy egy új sorozattal, illetve témakörrel készülök. Egy olyan témakörrel, ami az előző sorozatot nagyon jól ki fogja tudni egészíteni, illetve segíteni abban titeket, hogyha az egyes titokelemekben elkezdtetek már fejlődni, vagy szeretnétek fejlődni, és azt a fejlődést azon a pályán tartani, vagy magasabb szintre emelni, akkor ez a témakör, illetve ennek a témakörnek a használata nagy segítség tud majd lenni benne, mégpedig azért, mert a mentorálást hoztam el nektek, és ezt fogom pár héten keresztül jobban kifejteni, illetve részleteiben bemutatni, hogy miként és hogyan tud ez jól működni, illetve hogy egyáltalán mi is az, hogy mentorálás részleteiben. A szó maga az elég régre nyúlik vissza, tehát az ókorban eredeztethető, az ókortól eredeztethető maga ennek a szónak a tartalma, illetve a múltja, és bizonyos kultúrákban, vallásokban másképp is nevezik ezt a tevékenységet, illetve azt a személyt, aki ezt végzi, legyen az mentor, coach, mester, tehát attól függ, hogy milyen nyelvterületen, vagy éppen milyen vallási, kulturális területen mozgunk, de maga a tevékenység minden egyes szempontból, illetve minden egyes ilyen különböző területen egyet takar, mégpedig azt, hogy a tapasztaltabb segíti a kevésbé tapasztaltat abban, hogy A-ból B-be el tudjon jutni. Én azt gondolom, hogy ez a tevékenység, illetve ilyen szerepkörök a mi életünkben is folyamatosan jelen vannak. Ha csak a saját életemet nézem, akkor ez gyerekkortól már ott van, illetve ott volt, hiszen indul ez a nagyszülők, szülők szerepével, akik terelgetnek minket. Majd jönnek ugye a tanárok, ha sportolunk, akkor az edzők vagy kócsok, ugye attól függ, hogy milyen nyelvterületen vagyunk, bár már Magyarországon is elég népszerű ennek a használata, ha edzőről van szó. És ahogy megyünk tovább, akkor szakmai területen például tudunk olyanoktól tanulni, illetve olyanok által mentorálva lenni, mentoráltak lenni, akik előttünk járnak az úton, legyen az egy vezető, vagy egy olyan, akire felnézünk, mert szakmai sikert ért el, és mi is esetleg oda tartunk. Tehát az én életemben is folyamatosan jelen volt ugye gyerekkortól, majd szakmai részben is, akár HR-esként, akár a mostani területen is, mindkét oldalról jelen van, tehát mentorálva vagyok, illetve mentorálok én is. Úgyhogy ezt a témakört fogom nektek egy kicsit jobban kidolgozni az elkövetkező hetekben, hogy akármilyenek a mentorálásnak a szintjei, hogyan tud jól működni egy mentor-mentorált kapcsolat, miben tud ez segíteni, illetve miért fontos, hogy legyen valaki, aki úgymond az úton jó értelemben így pofozgat minket, hogy ne térjünk le arról a pályáról, amin elindultunk, és nem csak az, hogy ne térjünk le, hanem el is tudjunk jutni A-ból B-be. Úgyhogy tartsatok velem majd az elkövetkező hetekben is. Addig is, ha gondoljátok, a titokelemeket továbbra is vissza tudjátok nézni, akár itt az oldalamon, akár a Facebook csatornámon összegyűjtve, hogy tudjátok majd azt, hogy milyen titokelemekben tud még pluszba ez a mentorálás nagy segítség lenni. Legyen szép napotok, sziasztok!